Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A Páratlan Debreceni Párosok című műsorunkban olyan házaspárokhoz látogattunk mi el az elmúlt időszakban, akik a családi kötődés mellett közös vállalkozásban is dolgoznak, együtt sportolnak, együtt tevékenykednek. Karácsony havába lépve most az adventi hetekben mi gondoltuk, hogy elhívjuk őket családi körben a stúdiónkba, és arról kérdezem őket, hogy milyen évet zárnak és hogyan készülnek a karácsonyra. Nagyon sok szeretettel köszöntöm vendégeimet, Kecskés Melindát, Kecskés Zoltánt és gyermeketeket, lányotokat, Karinát. Köszönöm, hogy eljöttetek és itt vagytok velünk családi körben. Kérdezhetlek titeket, hogy milyen évetek volt és hogyan készültök a karácsonyra. Ha jól tudom, mióta legutóbb találkoztunk, nagyon sok minden történt veletek. Meséltek erről, hogy milyen évetek volt? Köszönjük szépen. Hát valóban sok minden történt. Mondhatni, hogy eseménydús volt minden téren, mind az üzletben, mind a családi életünkben, és hát természetesen a sportterén is. A sportterén azért ez kiemelkedő év volt, hogy Karina, a gyermeketek nagyon szép eredményeket ért el. Mesélsz nekünk arról, hogy milyen versenyen voltál és milyen nagyszerű eredményt értél el? Hát így egész éves, mint hogy az egész évet nézve, összesen voltam 6 nagy versenyen, és még előttem lesz egy az évet bezárólag. Az évet kezdtem, februárban kezdtem a versenyzést, és akkor voltam elsőnek egy emlékversenyen, aztán pedig egy ilyen területi minősítő versenyen, ezek ilyen bemelegítők voltak, hogy megtapasztaljam, milyen a súlyemelésben versenyezni, és utána következett egy országos bajnokság, egy iskolás, ez volt áprilisban, és akkor itt a tavaszi szezon lezárult, majd nyáron egy nagyobb felkészülésbe csöppentem, mivel ahhoz képest akkor következett el a legnagyobb verseny, egy ifi országos bajnokság, ahol sikerült az első helyet megszereznem, majd visszafogtuk egy kicsit az edzéseket, és így tempósan haladtunk tovább, majd az őszi szezont kezdtük a junior országos bajnoksággal, és végül a nagy versenyeket bezárólag pedig egy felnőtt bajnokságon voltunk. Az is a szülők voltak az edzőidők, készítettek föl? Igen, többnyire édesapám volt mellettem így a mindennapokban az edzést illetően, ugye ő tartotta meg az edzéseket minden nap, heti 9-szer is, hajnalokban is ott voltunk, edzettünk, de persze mellett édesanyám is mellettem volt. Sokat segített az étkezésben, pihenésekben szerepet játszott, úgyhogy mindkettőjükre számíthattam. Azért a sport területén nem mindennapi házaspár vagytok, és azért milyen érzés, hogy a gyermeketek is ezen a vonalon, és nem akármilyen eredménnyel halad? Jó érzés, nyilván. Mondhatni azt, hogy mi más csinálhatna, ugye? Tehát nem azt mondja, hogy kötelező, de mi, hogy látta, hogy mi sportolunk, szeretjük, amit csinálunk, ezért neki lehet, hogy nem olyan kényszerem volt, kényszer soha, nem kényszerítettük, hogy sportoljon, és most sem kényszerítjük, de ő úgy érzi, hogy annyit csinál, annyit vállal, amennyit bír, de látom, hogy ha támogatni kell, akkor egy kicsit támogatom, hogyha egy kicsit vissza kell fogni, akkor visszafogom, hogyha egy kicsit noszogatni kell, akkor noszogatom, tehát mindent kipróbáltunk már. A lényeg az, hogy felfelével a sikerünk, tehát mindenképpen ez az év, ez ezt mutatta, hogy nagyon szépen hozta az eredményeket, tehát ő említette, hogy az iskolás országos bajnokságon indult, tehát azt is megnyerte, csak ezt ugye nem mondta, vagy a junior országos bajnokságon, ahol ifjúságiként indult, azt is megnyerte, és elindult a felnőtt országos bajnokságon, tehát nem egy felnőtt bajnokságon, hanem a legfontosabb versenyen a felnőttek között ifiként, és ott pedig ezüstérmet szerzett. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon szép eredmények, és nagyon jó évet zártunk. De még most hétvégén lesz egy kis felmérőnk, egy itthoni kis
karácsony kupa, úgyhogy most még egy picit még izgulunk, meg nem csak mi, hanem a csapat is, és hogy most valóban egy jó évet zárjunk, és akkor mindenki megnyugszik, hogy na akkor 21-ben ennyit csináltam. Most ezt konkrétan nem mondjuk ki, hogy mennyit akarunk, mert nincs tétje, de mindenképpen biztos, hogy jobbat szeretnének, mint a legutóbbi versenyen, amit csináltak. Akkor nálatok a karácsonyi készülődés, még egy verseny lesz, és milyen súlyokkal, ha lehet tudni azt, hogy ez hány kilós súly, az sem mindegy. Nem mindegy. Kilókban egyelőre most a legjobb eredményem a szakításban 68 kg, és lökésben pedig a 80. Úgyhogy most egyelőre Hihetetlen. Ezeket próbálom. Hogy vagy képes ennyi évesen ilyen súlyokkal versenyeken indulni, és ilyen szép eredményt elérni? Hát. Ez lehet? Így kívülállóként? Hát, nekem is meglepő, meg nekem is sok. Egy 16 éves lánytól, egy 55 kilós súlycsoportú versenyzőtől. Ezek a versenyszámoknak a súlyai, tehát a szakítás és a lökésnek a súlyai. De mindemellett még ennél többet kell emelnie. Guggolásban például a 120 kiló a legjobbja. Háton elől 100 kiló, elemelésben 110 kiló, tehát jóval többel kell a lábizmokat erősíteni, vagy a hátizmokat, ahhoz, hogy egy dinamikus versenygyakorlatot kivitelezzen. Úgyhogy nagyon sok kiegészítő gyakorlatot végez, emberfeletti munkát végeznek, nem csak ő, hanem a társai is. Vannak ügyes versenyzői mellette, akik nagyon összhangban dolgoznak és húzzák egymást, tehát szerencsénk van mindannyiunknak, Karinának is, hogy látja a másik versenyzőt, aki ugyancsak szeretne eredményes lenni, és eredményesek is, és ő is húzott többieket, tehát most egy nagyon jó csapatom van, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk. Egy fiatal gárda is elkezdett velem dolgozni, ilyen 9 évesek, 10 évesek, úgyhogy ezért visszatérve a Karinára, hát le a kalappal a teljesítménye fölött, mert óriási munka van benne. Hát most, hogy konkrétan miket edz napi szinten, meg hányszor egy héten, azt nem is merjük leírni, meg posztolni, meg mondani, mert ezt lehet, hogy nagyon sokan nem is tudnák ezt elhinni, vagy megérteni, hogy miért kell ennyit dolgozni, miért kell ennyiszer az edzőterembe menni. Ez a szakma, és ez szakmailag ezt már csak mi belül a versenyzőkkel beszéljük meg ezek a dolgokat, mert ezek nagyon nagy dolgok, tehát itt komoly felkészülés, komoly edzésterv előzi meg azt az óriási munkát. Tehát itt a regenerációtól kezdve itt nagyon sok időt töltünk az edzőteremben, közel 3 órát egyszerre, és valamikor kétszer is dolgozunk reggel 5:30-tól 7-ig, plusz nagyon még délután 3 óra, és az nagyon sok. Akkor szerencsés valahol, hogy egy család vagytok, mert így akkor együtt a sport összekapcsolható a család élettel, és mindig együtt vagytok, találkoztok. Érzelmileg segít ez téged a versenyben, az eredmények elérésében, hogy a szülők támogatnak és segítenek a felkészülésben? Igen, mindenképpen segít, mivel más gyereknek esetleg ugye az edző az nem a szülője, nem az édesapja, és így otthon nem kap annyi támogatást, mint amennyit én kapok, hogy otthon is ugyanúgy segítenek, ugyanúgy mondják a hibákat, a jókat, hogy mit, hogy kell csinálni, másnap milyen edzés lesz, hogy készüljek rá a fejbe, mennyit pihenjek, hogy egyek. Szóval így sokkal jobb, hogy számomra, hogy a nap 24 órájában kapom a segítséget, nem pedig abban a délután 1-2 órában, amikor edzek. Magamban mosolygok, hogy ma jött a kérdés 00:30, mit fogok ma ebédelni? És ezt így akkor üzenetben vannak napok, amikor így megkérdezi, és akkor mindig megválaszolom, hogy miből tud választani, és akkor vagy megnyugszik, hogy igen, az jó, vagy akkor, hogyha nem tetszik, akkor rendelek. De ez központi kérdés.
központi kérdés nála, hogy jó tegyen, finomat, ami a kedvence. Tehát ugye Karinánál azért még tudni kell, hogy válogatós, tehát nem bármit teszik meg, úgyhogy mindig oda kell figyelni, hogy mi az, ami amit ő szeret, és hogy az legyen otthon a reggeli, az ebéd, a vacsora. Jó, nyilván fontos is, tehát nem össze-vissza ehet. Tehát édességet kedveli, azt a legnehezebb néha, hogy abból mennyi az annyi, mert nyilván ezért egy olyan sport, ahol szüksége van alkalmanként, tehát kell is egyen szénhidrátot, nyilván minőségi szénhidrát, de néha lecsúszik azért a csoki is, úgyhogy az is mindig szükséges, hogy legyen egy kis édesség. És nálatok akkor sportembereknél hogyan néz ki egy karácsony? Mit lehet enni? Karácsonykor van kivétel? Hát szerintem van. Nem teljesen a hagyományos karácsonyi menüt, ami itt szokás Debrecenbe. Ugye mi nem itt születtünk, tehát egy kicsit hoztunk az otthonról. Nálunk a halászli az nem szokás, teljesen más inkább a húsleves iránya, abból is ugye Zolinak az egyik kedvence, hogyha gyöngytyúkleves készül. A főétel az mindig változó minden évben, nyilván ilyenkor igyekszem azért picit másabbat főzni, mint a hétköznapi vagy a hétvégi ebédek. Ilyenkor én is készülök sütivel, Karina egyik kedvence a tiramisu, tehát az biztos, hogy el fog készülni, egy kicsit ilyen karácsonyi ízvilággal, és akkor valami dió süti. Hát nyilván odafigyelek arra, hogy a liszt meg az alapanyag azért az nem a teljesen hagyományos, nem nagyon cukorral, hanem egyéb édesítéshez folyamodom. De szerencsére ezt annyira megszoktuk már így az évek alatt, hogy ez úgy nem vetődik fel, hogy na akkor ez miért. Nyilván vendégségbe megyünk, akkor más, ott megkóstoljuk azt, amivel megkínálnak. És karácsonykor a mozgásban van kivétel, vagy karácsony napján is van egy kis sport nálatok? Hát éppen karácsony napján nincs, de mint ahogy szó volt arról, hogy még így az utolsó hetekben is karácsony előtt megy a felkészülés, és még a versenyzés is, tehát biztos, hogy az átlaghoz, a velem egykorokhoz képest én úgy érzem, hogy amíg ők pihennek, még most is, én még mindig edzek, és még mindig benne vagyok a munkába folyamatosan. És ez a sok edzés, amikor csinálod, akkor a motiváció, a versenyszellem van benned, illetve mi az, ami még így inspirál arra, hogy ezt a sportot űzd? Hát leginkább az inspirál, hogy hát nem is az, hogy kitűnjek az átlagból, csak én a sporttól úgy érzem, hogy én többnek érzem magam, és teljesnek érzem magam tőle, és nem fáradtság, persze rengeteg munka, rengeteg energia van ebbe benne, viszont hogyha nem csinálnám, akkor tudnám, hogy bűntudatom lenne, és okolnám magam, hogy kellene valamit csinálnom. Tehát én utólag, főleg visszatekintve az eddigi munkára, az eddigi teljesítményekre, én nagyon elégedett és büszke vagyok rájuk, hiszen én megértem, hogy ez mégis mekkora energia, és hogy mennyi munka ez az egész. Tehát engem ez motivál igazából. Nyilván a versenyzéseknél is az eredmények, hogy jönnek ki, és hogy így másfél év alatt hogy fel tudtam magam tornázni a többiek szintjére, az ellenfeleim szintjére esetleg, tehát mindenképpen ez. Hát igen, tehát elég sok mindent elmondott Karina, mert másfél év alatt feljönni egy olyan szintre, ahol a válogatottak vannak. Bízom benne, hogy jövőre válogatott lesz ő is, nem csak ő, hanem a csapattársa is, vagy akár többen is lehetnek válogatottak. De valóban nagyon, nagyon sok munka van benne. Hozott magával azért a gyerekkorától kezdve, ugye a fitnessből hozta magával azt a 10 évet, tehát ugye az nem múlik el nyomtalanul, tehát az izomzat azért emlékezett rá, hogy sporttól dolgozott fizikailag, még hogyha nem is súlyokkal, de a testével igen, és ezért lehet, hogy egy picit könnyebb volt így az eredményeket hozni, mert bírta a kis izomzata, a csontozata, már valamilyen szinten elő volt készítve, tehát
láttuk azt, hogyha megy, akkor csináljuk, hogyha nem, akkor pihenni kell. Tehát nem minden áron, nem minden áron, de ezt meg kellett beszéljük, hogy csak akkor dolgozunk, és csak úgy, hogyha nem megy az egészség rovására, tehát mindenképpen. Pontos, igen. Akkor a karácsonykupa után azért ti is egy kicsit leálltok, készülődtök a karácsonyra, a hangulatára, igen. És a jövő évi nagy feladatok előtt lesz azért egy kis pihenés. Igen, lesz pihenés. Szerencsére lassan láthatjuk a családot, akiket nagyon régóta nem láttunk, mert nem itt élnek Magyarországon. Úgyhogy most, ha lemegy a verseny, akkor ők fognak jönni, és együtt pihenünk, karácsonyozunk, úgyhogy ez már nagyon hiányzik. Kívánunk nektek nagyon kellemes ünnepeket karácsonykor, jó készülődést még a versenyre, és boldog új évet jövőre a további munkátokhoz. Köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettünk. Köszönjük. Köszönöm szépen a figyelmüket, boldog ünnepeket kívánunk önöknek, és viszontlátásra.